Zajlik a tisztújítás az RMDS Kolozs megyei helyi szervezeteiben. Az elsődleges cél új emberek bevonása a közéleti szerepvállalásba, valamint a Szövetség Zilahi kongresszusán elfogadott kvóták szerinti újítás megvalósítása. Eszerint a választott testületek 15%-a fiatal, illetve minden harmadik személy nő kellene legyen. Sajtótájékoztatón ismertették a Kolozs megyei tisztújítás menetét az RMDS képviselői. Csoma Botond szerint nem egy formális tisztújítás a cél, új embereket toborozni viszont nem könnyű. Egyre nehezebb helyi közigazgatásban vagy helyi választmányokban embereket találni, nagyon nehezen tudunk meggyőzni embereket arról, hogy érdemes ezzel foglalkozni és kell foglalkozni. Természetesen érvényesíteni akarjuk a Zilahon elfogadott alapelveket is, ahol fiatalokat és nőket is szeretnénk úgy a választmányokat, természetesen mind majd a listákra, a tanácsosi listákra. Kolozs megyében eddig 7 helyi szervezetben volt tisztújítás, ezek esetében többnyire sikerült érvényesíteni az RMDS 13. kongresszusán elfogadott kvótákat. 3 helyi szervezet élére hölgyet választottak, most már valamennyi városi szervezetét Kolozs megyében az RMDS-nek nők vezetik. A továbbiakban az idei, ebben a hónapban lesz még 6 tisztújítás a megye területén, 14 településen már pontos helyszíne és időpontja van ezeknek a gyűléseknek. A megyében mintegy 60 tisztújító gyűlést tartanak, november folyamán pedig megtartják a megyei szervezetnek az éves közgyűlését is. Mindezen újítások többek között a 2020-as önkormányzati választásokra való felkészülés része.